Sziasztok, Császár Szabolcs vagyok, és ez a videó, amit most néztek, az valószínűleg, sőt, szinte biztos, hogy az utolsó videó lesz, amit most elkészítek ebben az évben, sőt, ebben az évtizedben, ugyanis két nap múlva már 2020-ba lépünk át. És ezt igazából egy nagyon gyors videónak szántam, tényleg csak két fő dolgot szeretnék megtenni ebben a videóban. Egyrészt, hogy megköszönjem nektek, hogy idén is néztetek engem, a másik pedig, hogy elmondjam nektek, hogy mi fog következni 2020-ban, mire számíthattok, ilyesmik. Szóval kezdjük is ezzel a részével, hogy merre szeretnék tovább menni így a YouTube világában, mire számíthattok 2020-ban. Először is mindenképp szeretnék oktató jellegű videókat csinálni, nagy részt ezeket láttátok idei évben a csatornámon, általában mindig beszélek valamiről, ami talán valami tudás ér fel, és valami tudást tudok átadni nektek. Tehát valószínűleg 2020-ban is ez lesz így a fő vonal, hogy ilyen oktató jellegű videókat csináljak nektek. Szerintem ebből nagyon sokat lehet tanulni. Én a YouTube-on rengeteget tanultam ilyen oktató jellegű videóból, és igazából ezt szeretném nektek így főleg átadni, hogy amit én megtanultam, azt ti is tudjátok valamilyen szinten hasznosítani. A következő nagyobb csoport, amiről mindenképpen szeretnék jóval több videót csinálni a YouTube-ra, az nem más, mint az ilyen technikai jellegű videók. Tehát például milyen lámpákat használjatok, milyen állványokat ajánlok, kamerák, objektívek, monitorok, gépben bizonyos dolgok. Tehát ezekről mindenféleképpen jóval több videót szeretnék csinálni. Tényleg nagyon fontosnak tartom így a technológiai fejlődést. Egyébként nem szeretném ezt elvinni egy olyan irányba, hogy akkor mindenképpen szükséged van erre a fényre, szükséged van erre az állványra, erre az objektívre, és különben nem tudod megcsinálni a dolgokat. Viszont ennek ellenére mindenképpen szeretnék ilyesmi témáról beszélni, mert szerintem tökre érdekes, még hogyha tudja is az ember, hogy biztos, hogy nem lesz képes megvenni egy 1,5-2 millió forintos objektívet vagy fényképezőgépet, akkor is szerintem ezek tök érdekesek, hogy tudni róla, hogy tényleg miket tud, miket képes elérni az az adott objektív, gép, állvány, lámpa, mindenféle. Én is rengeteg olyan gépet teszteltem, amit igazából tudtam, hogy biztos, hogy nem fogok megvenni, de nagyon jó volt tesztelni, mert tényleg így sokkal jobban kiterjesztette a tudásomat, hogy mikre képesek ezek az újabb technológiában kiforrott eszközök. A következő ilyen nagyobb projekt, amit szeretnék még létrehozni a jövő évben, az nem más, mint az ilyen digitális produktok. Ezek igazából olyan termékek, amit az internetről le tudtok tölteni, és tudjátok használni, például presetek, látok, animációk, transitionök, tehát ilyen áttűnések. Szerintem ennek nagyon fogtok örülni, mert nagyon sokan írtatok már a presetemmel kapcsolatosan, hogy honnan tudjátok letölteni, lesznek-e presetek, stb. Lesznek, dolgozni fogok rajtuk, és nem is egyet, hanem valószínűleg egy ilyen preset csomagot fogok létrehozni, amiben többféle preset van, amit majd le tudtok tölteni, és tudjátok használni a fotóitokon. Ugye a videós oldalon ott vannak a látók, és valószínűleg ezekből is fel fogok tölteni egy ilyen csomagot, amit ugyanúgy le tudtok tölteni, és használhatjátok a videóitokon. Egy következő nagy cél 2020-ra, az pedig az, hogy valamilyen formában egy élő fotós oktatást létrehozni veletek. Igazából ezt még nem döntöttem el, hogy ilyen workshop keretében, tábor keretében, vagy hogyan, de mindenféleképpen szeretnék ilyesmi, ilyen tényleg élő oktatást létrehozni, mert már páran azért írtátok tényleg, hogy lenne erre kapacitásotok, és szívesen így élőben is tanulnátok. Szóval elképzelhető, hogy ez ilyen élő formában is létre tud jönni. Nyilván ez alapvetően tőletek függ főleg, hogy mennyire vagytok nyitottak, mennyire van igényetek ilyesmi oktatásra. Én abszolút nyitott vagyok, szerintem tök jó dolog, de tényleg ez attól függ, hogy mennyi embert érdekelne ez. Az utolsó nagyobb csoport pedig annyi, hogy szeretnék olyan tartalmat is csinálni a YouTube csatornámra, ami kevésbé ilyen fotós és videós tartalomhoz köthető, például vlogok, például utazásos videók, bármi igazából tényleg. Erre még nincs így konkrét koncepcióm, de amit így kedvem van, amit éppen leszeretnék videózni, ilyesmi dolgokra lehet számítani. Ebből azért valószínűleg nem lesz olyan eszméletlen sok, mert azért az időm
nem biztos, hogy engedi ezeket a dolgokat, de majd meglátjuk. Ami pedig még ehhez tartozik, hogy akár YouTube-on premiereztetni mondjuk valami kisfilmet. Már nagyon régóta szeretnék kisfilmet létrehozni, operatőrként főleg, de akár rendezőként is. Nyilván ezeknél a zero budget rövid filmeknél általában egy a rendező és egy az operatőr. Szóval reményeim szerint sikerül valamit létrehozni majd a jövő évben, és azt nektek így YouTube-on keresztül megmutatni. Na de elég a célokból és a tervekből. Tényleg nagyon hálás vagyok nektek, hogy nézitek a videókat, követitek a csatornát. Most néztem meg a statisztikát, és valami 55 ezer megtekintést gyűjtöttünk össze ebben az évben, ami elképesztő. Az egyik videót, azt már valami 17 ezeren néztétek meg. Olyan dolgok történtek, amit így egyáltalán nem képzeltem volna. Gyakorlatilag a legtöbb videót 2019-ben néztétek, szóval tényleg elképesztő, hogy most már 1500-an vagyunk a csatornán, folyamatosan érdekelt titeket a videózás, fotózás, kommenteltek, lájkoltok. Én abszolút egy hobbi jelleggel csinálom ezt az egész csatornát, de nagyon jól esik tényleg, hogy amit csinálok, azt ti értékelitek, és tényleg tudok valami pozitív dolgot létrehozni, és tudok valamit nektek átadni abból a tudásból, amit én így az évek során felszedtem. Ennyit akartam a mai videóban elmondani. Ne felejtsétek el, hogy minden kedden este ugye 6 órakor új videók lesznek, minden héten, remélhetőleg. Ez is egy célom egyébként a 2020-as szezonra, hogy tényleg minden héten tudjak nektek videót készíteni. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit rejt a 2020-as év. Minden esetre szilveszterkor bulizzatok egy jót, azért vigyázzatok magatokra, de találkozunk jövő héten, kedden, este 6 órakor a következő videóban. Bujék mindenkinek! Sziasztok!